Már 5-6 éves hagyományra nyúlik vissza a duókoripari BT munkatársai között, hogy tavasszal és ősszel Peca keretében töltik együtt a szabad idejüket. Most is a mezőhegyesi Béka Egyesület horgász adott otthont az eseménynek. Szitás Robert szervező kitért a találkozó jelentőségére, amelyre mindig gyorsan betelnek a helyek a csapat összekovácsolódjon, egy kicsit a, a, a napi munkamorából kizökkenjünk, és egy kicsit jól érezzük magunkat. Ez ugye a csapatot így erősíti mindenféleképpen. Ez, 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 ez jó. Hál' Istennek az igazgató Gábor Zoltán is ebben nagy támogatást nyújt ebben, amennyire lehető ezt támogatja. Mindenféleképpen is fontosnak tartja a jó kapcsolatot a munkásokkal és a munkáltatóval egyaránt. Általában ez úgy működik, hogy nálunk ez, ez, ez csapatba szokott lenni, egy csapatban ketten vannak. Most jelenleg én a, ugye a a kisfiammal vagyok, mások is, meg, tehát családtaggal, baráttal, feleséggel, barátnővel, mindennel, és ez a, a, az a lényeg is ennek, hogy nem csak arról szól, hogy, hogy a horgászat, mint az állat, hanem az, hogy, hogy, hogy jó kedvűek legyünk a család, és A családi nap is valamilyen szinten. A résztvevők már korra reggel megkapták a sorszámokat, majd kezdődhetett a verseny. A hűvösebb idő megnehezítette a 22 csapat 44 horgászának a kapási esélyeit. A szemerkélő eső sem vett el a jelenlévő kedvét és lelkesedését. Gábor Zoltán, a Pari BT ügyvezetője is kilátogatott az eseményre, aki elárulta, hogy milyen tapasztalata van évről évre. Amit rendszeresen hallok egyébként, az az, hogy a tavaly jobb volt. Tehát és ez és minden évben így van, hogy a tavaly az jobb volt. <gül> <gül> Úgyhogy hát bízunk benne, hogy még sok-sok éven keresztül hallgathatom ezt, hogy tavalyi tavaly PECA verseny az sokkal jobb volt. Hát ez így van, több van a cégnél, és, és hát pár év ezelőtt arra gondoltak, hogy rendezhetnénk valami céges pacaversenyt, és hát támogatná -e a cég, hát nyilván támogatta, az nem is kérdés, és, és ez most már hagyományá vált, azt gondolom. És tulajdonképpen valahol jó is, tehát jól, jól össze csiszolja az embereket, tulajdonképpen ez a szórakozás forma is. Hozzátette, a német cégcsoporton belül a makúi egység pozitív értékelést kapott a vezetőségtől, miszerint nagyon jó munkaerő dolgozik itt, akik tudják és szeretik is azt, amit csinálnak. Továbbá az is bebizonyosodott, hogy családias légkör jellemezte az egész versenyt. Stábunk akárhol bukkant is fel, kedvesen fogadták. Félkettő körül elérkezett az igazság ideje, a mérlegelés ahol kiderült, hogy kik fogták a legtöbb és legnagyobb halat. A dobogós helyezést elért versenyzők serleggel és ajándékkal térhettek haza. Nagy Pál 16 éve, míg Kolompár Lajos 11 éve dolgozik a cégnél. A páros mindig örömmel és kisebb-nagyobb sikerrel szerepelnek a versenyeken. Lehűlt a levegő, nagyon kapásunk nem volt, az utolsó 10 percben sikerült euh, horogracsalni egy pár halat, ebben lettünk másodikok. A kollégával már két-három éve együtt nyomjuk ezt a versenyt. Milyen sikerekkel? Hát kisebb-nagyobb. Kisebb, nagyobb. De nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy együtt van a csapat, együtt van a munkatársak, kikapcsolódunk, ennyi. A résztvevők a nap végén az eredményt hirdetés követően elfogyasztották az ebédjüket.